Sziasztok, Tibitron vagyok, ez pedig a Towncraft következő kis epizódja. Rendhagyó módon most nem fogok annyira Towncraft dolgokkal foglalkozni. Egy kis felderítéses, bányászással vegyített kalandozást fogok csinálni. De hogyha esetleg fogok találni valamilyen Towncraftos különlegességet, arra majd kitérek. Sőt, elképzelhető, hogy én magam is meg fogok lepődni, hogy lévén én sem annyira ismerem még a Towncraftnak minden egyes csinyát, binyát. Na, találtam egy érdekes kis bányaterepet. Itt kezdem majd el a kis bányászásomat. Egyébként nagyon fontosak a különböző kis ásványkincsek gyűjtögetése. És úgy belekezdeni magába a Towncraftnak a különböző kis dolgainak a feltárásába. Ugyanis elképesztő nyersanyag mennyiséget kell majd mozgósítani. És felhalmozni. Ebből éppenséggel a szén a legkevésbé fontos dolog. Például örülnék, ha aranyat találnék. Mert azt például majd szükségeltetni fog. Nem is kevés. Sokkal fontosabb a szerepe az aranynak a Towncraftban, mint a sima Minecraftban. Egyébként klasszikusan még, hopp, itt valami van. Ahó. Na jó. Ez egy. Jajajajajajajaj. Ügyes vagyok, igen. Persze, fákjával harcoljak. Na, hát ezek most sikeresen megleptek. Jó, titititit. Gyertek csak ki. Nem-e? A csompázakat már csekkoltam. Hú, ez valami nem csantolt ilyet. Pusztulj! Oké. Na akkor ezt szerintem gyorsan körbe rakom. Honnan anyátokból jöttetek már ti is ki? Ezt nem hiszem el. Ez valami Towncraft különlegesség? Talán most már nem fognak jönni. Egy spawner találtunk. Na, hát van benne cédula. Cédula. Aha, ez jó. Ez már szükség lesz majd később bizonyos fegyverekhez. Vödör, ilyet már csináltam. Vaslópáncél és aranylópáncél és három vörös kő. Hát nem mondom, hogy egetrengető zsákmány, de azért a semminél több. Jó, szedjük össze a nyilakat, nem tudom, akkor le lesz a nyilakat. Aha. Na most ez mi volt? Valaki fejbe lőtt. Na jó, hát volt egy kis érdekesség. Jó, akkor derítsük fel a belső részeket is. Remélem, hogy hűha, valaki mocorog, meg morog. Na, úgy látom, itt inkább szén lesz a... ami el van kapatva, de nem baj, arra is szükség lesz azért. Noha én még személyesen nem találkoztam a Towncraft különleges szörnyeivel, vagy legalábbis nem olyan sokkal. De vannak kifejezetten érdekesnek tűnő ellenfelek is. Mint például a csáp, amik egymás ellen is hadakoznak, meg úgy mindenki ellen.
meg különböző zombi verziók, meg bizonyos oltárok mellett lehet találni ilyen oltárőrző lovagokat, meg társaikat. De ezeket én csak a külföldi videósoknak a bemutatóiban láttam, még nem találkoztam velük személyesen. De ami késik, nem múlik. Nem tudom, ezt lecsekkoltam-e már, ezt még nem, most már csekkoltam. Na, hát akkor egy kis különleges követ begyűjtünk. Valaki nagyon hörög a közelben. Alig, hanem valami zombi gyermek. Te vagy a falban valahol. Vagy a falban, aha, itt már rögtön. Jó, beautiful. Hát úgy tűnik, hogy ez ennyi volt. Hát jó. Akkor ezt a részt itt felderítettük. És akkor keresünk egy másik kis lejáratot, hát ha találunk a közelben. Hopp, hopp. Jó. És hát találtunk. De hát ugye úgy látom, a szén az itt is túlteng. Nem baj, akkor bányászunk le a szemet. Kifejezetten nyűgösen keltem ma. Mára szabad ilyen személyes tapasztalásokat megosztanom. Ez a rohadt idő, ez borzasztóan szeszélyes. Nem is emlékszem igazából még ilyen típusú nyárra, amikor egyik héten kánikula, másik héten esős őszi idő. Tiszta Anglia. Jó. Akkor itt egy kicsit bányáztunk. Nézzünk körbe akkor a környéken, hát ha mi találunk valamilyen értékelhető bánya járatot, vagy éppenséggel kibányászásra alkalmas területet. Itt valamiféle kis láva csordogál. Hát megkísérem eldugaszolni, hát ha lehet. Nem kéne itt, hogy leégje az egész terület. Na, itt is van valami. Akkor kukkantsunk be ide is. Jaj, 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 hopp, hopp, hopp. Leselkedtél rám, hogy sú vagy meg. Ez komoly. Na jó, akkor szerintem gyorsan befáklyázom. Nem óhajtok még több ilyen meglepetést. Aha, csak egy átjárószerűség. Jó, akkor a szenet gyorsan kibányászom. Mondtam, hogy ez a videó sorozat, ez magában fogja foglalni a végigjátszást is. Aminek hát kétségkívül része a bányászás. Egyébként most elkezdtem játszani a Minecraft-tal kicsit behatóbban. Úgy jövök rá, hogy inkább, hogy
a végtelen mennyiségű idő is kevés néha hozzá. Főleg úgy, hogyha még más dolgot is szeretnék csinálni mellette. Itt van például a GTA 5. Azzal is kéne nyomni online-ban. Ami szintén egy időrabló tevékenység. És hát nem elégesen dolgozni is kéne. Meg a játékot is készítek. Tehát... igen, csak be kell osszam a rendelkezésemre álló időt. Hopp, leszállt az é. Akkor szerintem aludjunk. Mondom, aludjunk. Aludj. No, iskolában dolgozom, mégsem adatik meg a nyári szünet. Be kell járkáljak nekem is az üres iskolába. Jó, úgy látom, most szénnel el leszek látva 6 hétre. Hát nem értem, hogy fogok találni több különlegesebb Minecraftos ércet, meg különlegességet, de egy-két ilyen infused stone-t leszámítva nem nagyon találtam. Elég alaposan utána nézegettem ennek a Towncraftnak az interneten. Leginkább angol verzióban találtam ehhez bőve leírásokat. És azt kell mondjam, hogy ott sem mindenki érti teljes mértékben a dolgokat. De nekem kifejezetten tetszik ez a fajta belenyúlás az alap Minecraftnak a világába. Éha. Itt úgy látom csillognak a falakon különlegesebb dolgok. Na. Na lássuk itt, mik várnak majd ránk. Hát, sámli. Tehát nem is akarom igazából áltatni a kedves nézőimet, hogy én most ezt hirtelen mindent majd magamtól rájövök és fogok tudni. Tehát igen, alaposan előkészítem a kis videókat. Nem szeretnék hülyeségeket beszélni. És ha már mod bemutatásról van szó, akkor nem árt, hogyha az illető valamennyire azért ért, vagy tudja is, hogy miről beszél. Hát most őszintén mondom, op. Azt a pontos előbb anyádat. Hú, valami tombosabb csontváz volt.
Kaptam-e tőle valami értékeset? Aha, kaptam tőle kincset. Amit ki lehet nyitni. Ilyen az eddig is volt. Csontokat kaptam, így látom többségében. Azt mondja, hogy kattint csak rá és kinyitja, vagy ez hogy működik? Hogy azt a... Na, ennek még utána nézek, hogy ez egészen pontosan hogyan is működik. Nem eldobni akartam, Ace Combine. Jó. Na, akkor keresek egy érdekesebb területet, és akkor onnan majd folytatjuk a videót. Na hát meg is találtam az érdekes területet. Igyekszem is felderíteni. Na, nem a szénbánya. Egy kicsit beljebb vannak különlegesebb területek. Jó, szuper. Oké, na nézzünk el errefelé is. Vas az mindig kelleni fog. De aranyat nem találtam még. Na igaz, nem is ástam még eddig onnan nagyon mélyre. De majd arra is sor kerül. Oké. Okay. Jó. Na, akkor lépegessünk beljebb. Oké. Okay. Jó, nem baj. Tehát, ha kell egy tanács az új Taumkrava belevágó emberkéknek, akkor az mindenképpen annyi lenne, hogy gyűjtögetni, felkészülni, és hogyha minden megvan, akkor egy kicsit még gyűjtögetni. Mert tényleg nagyon sok minden kell ez a játékhoz, hogy értelmesen el tudjuk kezdeni. Ohoho, ott mocorognak lent bizonyos élőlények. Meg lőnek is lent bizonyos élőlények. Pusztulj már, hát nem hiszem el. Uha. Valóban érdekes mennyiségű. Ne hússal is, te idióta! Ezt most magamnak mondtam persze. Ez hogy ment a hátam mögé, és honnan, és miért? Oké. Okay. Kicsikét szerintem gyógyulgatni kéne. És rohadt gyorsan kifényesíteni az egész barlangot. Mert van egy olyan érzésem, hogy még lesznek itt meglepetések. Jó, ide már csak nem fognak spannolni. Arra meg mint találtam volna valami zöldet, igen. Az egy Towncraft Infuse Stone. Szét nagy csarnok egyébként. Hopp, egy pókica, jajajaj. De miért nem úgy lövöm, ahogy akarom? Ez a görgős megoldása nem akar bejönni nekem. Vagy túl görgetem,
Vagy túl hamar. Hűha. Még a végén a fákra is kevés lesz. Hát ha már fákja, egy újabb kis off-topic. A Fantasztikus 4-esnek láttam a trailerét, de már nem most. És ott egy fekete bőrű játssza majd a fákját, Johnny Stormot. Hát mondjuk úgy, hogy lehidaltam egy kicsit ettől. Na nem fog gyűlöletből, semmiképpen sem. Csak mivel én nagyon szerettem a Marvelnek ezt a szekcióját. És megszóltam a szőke kékszemű Johnny Stormot. De úgy tűnik, hogy ő már nem kompatibilis a mai világgal. El kell fogadni akkor ezt a tézist. Minden esetben rohadt látványos lesz. Tehát megnézős lesz az a film, ez egészen biztos. Fekete bőrű fákja ide vagy oda. Hát ez egy szép nagy gigantikus barlang, tetszetős. De azt hiszem nyugodtan itt nem nagyon fogok tudni bányászni, mert itt ahova lépek zombiterem. Na jó, akkor szedegessük össze, amink van. Ajjaj. Ajjaj. De nevér a falon. Őt már csekkoltam, de nevért? Már csekkoltam, jól van. Úgy tűnik, hogy itt lesz lassan vége a barlangnak. Jó, legalábbis ennek a részének. Na akkor gyorsan szedjük ki, amit még ki lehet. Combos hely, de megérte bejönni, mert itt aztán van bőségesen. Hopp, én is tudom, még ezt nem így csekkoltam, de bizony. Na mi az, nem fér el? Hát te meg honnan jöttél vajon? De miért nem fér el? Mi jó istennel vagyok tele? Szén az van dögivel. Na jó, hát zuzakő az kell a francnak. Jó, rádobom. Jó, szerencsére a követre szedte föl. Amint a sárdokat. Csekkoljuk le őt is. Helyes. Jó, persze ennek sincs helyem már. Ajaj. Való lépeget valami felém. Hát a mögött, hát az egyszer. Mit dobott ki magából? Ó, ami agyszívó pókot. Ajajaj. Hát ez gáz. És hol dobott ki? És miért itt dobott ki? Na jó, akkor gyorsan visszamegyek a cuccomért. És akkor onnan folytatjuk. Na, visszaküzdöttem magamat a kiindulási ponthoz. Akkor mondani a meghalási ponthoz. Mi szerencsé, hogy volt nálam tartalékban otthon.
egy vaskard, meg egy vaspáncél szett. Fölszedtem, amit tudtam. Az a motyadék az eltűnt. Nem találkoztam még vele. De cserébe találkoztam egy nódot. Tehát ez egy igen értékes barlang, nem csoda, hogy ennyien védik. Hop, 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 hop. Akkor csak itt van valahol. Júj, júj, ez valami combos páncélozó. Ezt nem hiszem el. Még nem vagyok kint a vízből. Júj, júj, ezt ne kéne csekkolni. Angry zombit. Ezt ne csekkolt. De miért a kurva? Dobott agyat is, jól van. Elnézést a szitkozódásért, de... egy icipicit komplikált helyzetben voltam. Beláttatok egy Angry Zombit, ami a Towncraftnak egy különlegesebb ellenfele. Erősebb, többet bír. Nem fogok sokat időzni már itt szerintem. Egy meghalás egy videóban szerintem untig elég. Parkodik valaki felém, ha jól láttam. Na, most mit csináljunk? Na hát, ez kétségkívül egy érdekes hely. Megkísérje lenyilazni őket, hát ha sikerül. Úgy tűnik, nem. Na hát, ez egy eléggé combos hely lett elsőre. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz itt boldogulni. Na hát itt most egy kicsit megtapasztalhattuk, hogy milyen nehéz játék is a Towncraft. Abban a szempontból ugye beraktam hardra, az rendben is van. De vannak benne egy különleges kis szemétteremtmények, mint például az a kis agypók, ami a zombiból pattant ki, ha jól láttam. Meg hasonló unormány förmedvények. De az biztos, hogy itt azért vannak érdekes helyek, ide még vissza fogok jönni. De most megkísérlek kijutni innen, nem jelen, most sikerül. Aha. Zombi. És kis sisakja is van, nézd oda! Hát most őszintén hogy nem tudom hol vagyok, elkezdek fölfelé ásni. Aztán most csak eljutok valameddig.
itt már a földön. Hát bevallom, dísztelen menekülést folytattam. Jaj, és még a víz is elsodor. De szerencsére nem. Szerintem én bedugaszolom ezt. Nem kell itt elárasztani mindent a víznek. Hú! Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez kicsit mozgalmasabb volt, mint terveztem. Most hazamegyek, lecuccolok. És szerintem egy kicsit alaposabban majd feltápolva később visszatérek, mert ez egy értékes és nagy barlang, van benne bőségesen cumó, de azt hiszem, hogy jobban fel kell majd készüljek az ide való behatolásra. A következő részben egy kicsit megint tovább fogunk kutatgatni, fejleszgetni, és majd alkalomattán visszatérünk ebbe a halálbarlangba is. Meg is fogom jelölni a térképen, hogy erre felé van. És folytatjuk a felderítését majd a barlangomnak is. Mert most már magaminak tekintem, de még van vele mit küzdeni, az egészen biztos. Na, hát akkor ennyi volt ma a Towncraft. Remélem, hogy tetszett. Következő héten folytatjuk. Sziasztok!